Na mindegy, hát akkor elugrok PO-ra, hát ha nem fejeződik be addig a küldetés. Ja. Sőt, hát ha ki tudom szedni az ugrással. Tényleg. Próbáld meg, ja. Majdnem 34 millió kilométerre vagyok tőle, tehát. Aha. Nem most fogok idejönni még. Sértek a vonathoz. Elvileg őt nem kéne magammal hoznia, ha csak bele nem rakódott a... konténeredbe. Ah, bassza meg, aha, valószínűleg az lesz. Mert kvantumugrásnál is itt van. Na, az úgy marad, ha csak én oda nem megyek és ki nem lövöm belőled. Ja. Vagy elém ugrasz, az félúton találkozunk egy izénél. Desktopnál. Na, telefon mindjárt jök. Oké. Okay. Pisa Spaceport. Ájd állat. Imádja. Na futás. Na nézzük, van a vonatunk. Azt mondja, hogy nincs. 39. Akkor az annyi, nem? Now arriving, TISA Spaceport. Please watch your step when disembarking the train. Most elkocogunk gyorsan leívni egy hajót. Na, hívjuk le a Geminit. Megnézem, mennyire tudjuk felemelni. Hangár 3. Jó, mennyire adszál fel?
Dömper ez is. Instant lift. Itt úri picurú kis tankjai. Megyünk gyorsan a pilotafülkével. Kárbot bezárnom. Na várjunk. Engedély. Hatalmas az is. Behúzik a landing gíreket. Nagy dömper. Áj. Nem rossz, amúgy ez se kinézett le. Elég magasságban vagyunk, rátoljuk a kukót. Valunk egy jó kis 25-30 fokos emelkedési szöget. Talán bírja. Kilenc percnél járok, kíváncsi vagyok, mennyire térek innen. Csak 30-a. Lehet, hogy nem kell engednem a hajót. Nem igazán gyorsú. Egy 25 fokos szöget.
4500 méteren vagyok, 100 000 ne enged el. Nem lesz rövid. Alig gyorsult valamit a jó, attól függetlenül, hogy én megyek. Egy 20 fok a szöggel. Ne vagyok. Hű, hallod? 36 tudok menni, hogyha 30 fokos szögbe emelkedek, szerinted? Igen. Aha, most levettem 20 fokra a szögöt, az emelkedést, és most megyek 47-tel. Beteg lassan száll fel az a jószág. Sikerült másodjára tökéletesen kiszednem belőle a hangárból. Szerintem a küldetés már is buktam. Hát, az nem kizárt ennyire alatt. Az nem kizárt. De... Várjál, csak mindjárt megnézem. Aha, igen. Nem sikerült. Mert ugye nem sikerült megvédenem, mert még mindig itt van belém akadva. Tehát végül is megvédtem, mert elvittem onnan az ellenséget. Ja, érdekes. Á, megvan, leszállok portalizáron, és megvárom, hogy beszedi a hajómat. Azt ugyanúgy visszaspawnolja. Igen? Nem tudom, de szerintem az lesz, de kíváncsi vagyok én is. Hát ha igen, akkor megkérek valakit, hogy szedje már le rólam. Akkor odaérek egyszer. Órák ja. Kérdése. Már 100-zal megyek. 6000 méteren vagyok, baszki. 3 perc alatt ennyit emelkedtem, 6000 métert. Kemény. Jó, mondjuk most már gyorsulok, már 130-al megyek. Nem tudom, mit számít valamit, hogy mi van, hogyha kérök a dekupletbe. És ezért felfele fordítod a hajót és rádod a gázt. Próbáld ki. Hát mondjuk ezt valami ezénél írták. Ilyen 35 000 méter magasba. Addig szerintem megyek így. Nem tudok leszállási engedélyt kérni. Lol, az már de régóta jönöm. Lehet, hogy jobb erejét ragadt hajó miatt? Hát lehet, de hát akkor megkapja. Nem én lakom? Nem, bocsánat. Nem én lakom? Nincs egy aktív vadás? Hogy ezt bezárd, aztán újat hív? Mert én jártam már úgy. Nem. Jó. Hát mindegy, leszállok, legfeljebb kapok egy kriminálstatot, de is elveszi a hajómat, de legalább beveszi. Annyi? Aszta, 170-nel hasítok. Ez kavar, 10 000 méter. Ja nem, még 9 000 lesz, bocs. Van olyan fegyver, amivel le tudom lőni itt a hajómon belül ezt a aurórát? Railgun. Titánt kiszedte 8 lövéssel. Igen? Aha. Na jó, akkor mindjárt megoldom én ezt a helyzetet. Feltöltötte. Akkor nem volt a hajót boxigén. Az csak azért dobhatja be. Ja. De miért? Mert nem volt megint előtt az a hiba, hogy nincsen hajóba oxigén. Van olyan. Kurva jel. Az régóta benn van az a hiba. Mondjuk nem sűrűn találkozok vele én se. Jó van. Meg ugye ez azt jelenti, hogy már több mint egy órai úgy mész a hajóba, hogy nem volt benne oxigén. Ja. Hú, de akadozik most. Igen. Aha, de most már jó. Mit akartam fegyvert venni? Ja. Az nem olcsó. Mondjuk jó, One Piece. Ruhát kell vegyek, szerinted? Hát legalább médium kell rá, szerintem. Várjál, itt nincs is régen. De, a konzolban, hogy ne lenne. Ja. Már legalábbis premium vagy, nem? Aha. Ja, ott van. Én is azt szoktam venni, hogyha veszek. Csak valami 5-6 000. Mi a neve? Hát kit érdekel? Railgun. Legalsó. Legaljáma. Ne. Az utolsó fegyver. 6105. Ja, mondom. 5-6 000. Bye. Jó, még többet is tudnék venni, de elég egy. Ott egy Hammerhead. Starfire. Lol, még egy másik Starfire, az is emelkedik.
Még egy Starfire. Mi van veletek? Mindenki próbálgatja a Starfire, hogy lehet felszállni. Na már csak azt kéne tudni, hogy a magazin hozzá az... Ja, az is a legalsó. Na jó. Menj, hát veszek belőle egy csomót, az úgyis olcsó. Ja. Ennyi pénznél már teljesen mindegy. Azért mennék 9000-et keresel körönként a 96 SCU-ba. Aha, az jó. Én 6543-at keresek a freelancerrel, 66. Most már megjavult, most már 66-ot fel tudok tölteni. Aha. Fel tudom venni úgyis, hogy nincs ruhám? Vagy egy darab fegyvert legalább? Az csak primary-be lehet felvenni a reagant. Viszont azt el kell ugye szállnod vele, mert nem bőled elővenni a fegyvert. Ne, az oké, az világos, csak hogy nincsen semmi armorom, hanem csak ez a sima alap. Simán? Nem merek rá meg, és lehet akkor. Egy fegyver lehetne állad elméletet. Egy fegyver lehet, igen. Ja. Meg két magazin, de az elég. Ja. Ja, és úgy volt 8 lövés a titán, hogy teljesen feltöltve a régen. Tehát nem csak elputtyogtatod, hanem tudod, nyomva tartod. Na jó. Hú, de hülyén nézek ki. Nem baj az. Kis ember semmi, nagy fegyvereje. Igen, semmi armor sajtam, tehát ilyen tök vézna emberke vagyok, és baromi nagy fegyver itt álltamon. Aha. Ó, bevette a hajómat. Na, várjál, akkor lehet, hogy nem is kellett volna a railgun, mindjárt kiderül most. Legalább költöttél egy kis pénzt. Ja. Ah, már 17000 méteren vagyok, na. De kíváncsi vagyok, hogy benne lesz az Aurora még mindig. C02. De kíváncsi vagyok. Majd kiderül. Alt 30 fokos szögben már nem jobb, sőt már 25 fokosnál is elkezd lassulni. Aha. Tehát ez nagyon kis szögbe lett. Csak azért, mert fordulsz, és a fordulástól... Milyen fordulok? Hát emelkedek. Fordulsz. De igen, de amikor a szöget változtatod, akkor muszáj fordulnod. Hát különben csak egérmozgással tudod változtatni a szöget. Joy-jal lejjebb felépülnöm. Hát mondom, igen, ez az. Na, de arra lassul, nem? Nem tehát hogy milyen fokra megyek fel, tehát ha 25 fokos szögben emelkedek, elkezd lassulni a hajó. Viszont ha lehozom 22-23-ra, ott meg gyorsulok. Aha, jó. Tehát ez a maximum, itt most megyek 220-szal. Ha felviszem 25-re, visszamegy 120-ra a sebességen. Nem nagyon lehet emelni, most vagyok 20000 méteren. Megpróbálok egy ilyen decoupled módot. Kupled. Igen, és akkor elméletileg annyi, hogy... Megjavult, kiszedte a tucot. A hajomból, úgyhogy csak el kell rakatni a hajót. Uh-huh. És mindjárt kiderül, hogy meg is javította. Most vagyok 21000 méteren, 60 fokos szögbe emelkedek, már csak 130-al megy a hajó. Nem javította meg. Benne van, vagy mi? Nem, nincs benne, csak nem javította meg a hajómat. Tehát, hogy a sérülések rajta vannak. Elkezdtem zuhanni. Kicsit bugos ez a hajójavítás funkció. Elkezdett pattogni a hajóm össze-vissza. Elkezdtem visszafelesni. Hallod? Igen. Ha elértem 20000-et, kiraktam decoupletba, feljebb fordítottam 60 fokra emelkedési szöget, és a 220-ról elkezdtem úgy menni, hogy csökkenni kezdett a magasságon. Nem tudok leszállni. Nem ad izét, leszállási engedélyt, amit nem működik. De izét se kaptam miatta, tehát hogy egyáltalán Krámstad? Nem működik a kommunikációja. Krámstad sem működik. Ha leszállok a hajóval, akkor össze-vissza pattog, tehát nem tud rendesen leszállni, pedig kint van a landing gear. Hát, hogy kellene egy izét? Vagy kilogolni egyet ziágyba? Ja, de már hajót is újra kértem, ez a szerver rossz itt. És szerintem. Akkor én hogy szálltam fel? Hát én most kértem engedélyt. Hát jó, hát csak nekem romlott el. Azért mondtam, hogy ki kéne logolni a ágyba.
kemény, még 21 ezeren vagyok, hallod? 11 perc emelkedek. Most gyorsul a hajó, hogy ilyen 22 fokos, vagy 22 és fél fokos szögbe megye. És egyébként, ha csak úgy fölfelét nyomod, az úgy nem... Nem jobb? Mármint, hogy emelkedsz. Tehát nem fordulsz sem erre. Tehát ne a gázzal menjek felfele, hanem nyomjam a thrustereket felfele? Hát a space-szel például, ja. Ja. Hát igen, na. Ezt próbáltad? De nem valószínű, hogy ez a leggyorsabb egyébként. Nem tudom. Most minden esetre azzal emelkedek, megpróbálom így. Hát nem tudom, melyik a gyorsabb. Hát nem írja a magasságot, magasságjelzőt, hogy milyen gyorsan emelkedik. De 23 ezeren vagyok. 23.200. 23.500. Össze tudod hasonlítani? Na, visszalogolok. Már 70%-on van a üzemanyagom, baszki. 30%-et elégettem csak itt a légkörbe, és még 30 ezer méteren sem vagyok. De az csak a boostnál fogy, nem? Hát ott hatványozottabban, igen. Hát ne boostolj. Hát jó, de akkor még úgy sem megy. Mert elvileg, ha már elérted a maximális sebességet, akkor már nem működik a boost, tehát boost nélkül is tartod. Hát jó van, de biztos nem 140 a maximális sebesség, mikor mentem már 220-al is. Hát végig ki tudod próbálni, ne nyomd a boostot, nézd meg, hogy akkor mennyi a max, meg nyomd a boostot, és nézd meg, hogy... Az a maxot nem növeli, csak az, hogy gyorsabban érem el a maxot. Na jó, de ez az, ha már elérted a maximumot, akkor már nem kell nyomni a boostot. De nem értem el, ezt mondom. 180-nal megyek, és 566 a safe speed. Tehát legalább tudok menni 300 valamennyivel. Ja. Most vagyok 28 ezeren, 29 ezeren, bocs. Nem? Nem. Most megyek 192-vel már. Úgy látom, ez a vége. Nem megy gyorsabb. Kicsit lejjebb viszem, akkor emelkedik még 200. Ja, megjavult a leszállás, kérelem. Mitől? Hát a kiló voltam. Ja? Ja, igen, akkor az segített, jó. Ennek vajon melyik lehet az izéje? Mercury, azok mik? Superdrive, az lenne a kvantum? Hát az a baj, hogy fogalmam sincs. Ping, Pontes, Stronghold, az a pajzs, az biztos. Lézerek, az, ja. Thruster. Lehet, hogy ennek két motorja lenne, az a Mercury lenne akkor? Elképzelhető, hát kapcsolt ki és meglátod. Még igaz. Hát hátul két nagy olyan cucc van, végül is. Nem lassul a hajó. Ez nem befolyásolja a Mercury. Superdrive. Még annak van egy számlájó változása folyamatosan. Megvan, a Superdrive-ot. Azaz. És most zuhansz visszafelé? Nem még. Ez egy kicsit több kell, meg már 32 ezer méteren vagyok, tehát. Akkor a Superdrive-ot overlockolom. A meghajtót tudod. Azt megnézem, hogy így segíte neki valamit. Melyik ilyen fegyver az, ami jól sebez itt? Már milyen fegyver? Kézi fegyver. Kézi ami... fegyver. SMG az biztos jó. Custodian SMG.
Nem akarok hülyeséget mondani, vagy a P8, vagy a P4, csak az a baj, mind a kettő van, és tudom, nem tudom, melyik a jobb. Azt nem szoktam használni, én SMG-vel szoktam menni. Van Costed ilyen SMG, és nem tudom, hogy az olcsónak tűnik. Az jó. Félek, hogy az rosszabb. Én azzal megyek, nekem az a Citizen-konos fegyverem, a tavalyi. Azt értem, hogy szép, csak hogy nem tudom, nem hogy szép, hatásos. Hanem jó, hatásos, 60 töltény, tehát egy tárban 60 töltény van, és általában, mit tudom én, egy 10-es beleköpök az elférbe, az meghal. Tehát egy tárban meg tudok ölni 3-4 enemit is. Na jó, beosztam a golyót, meg persze fejbe kapom. Mi van veled? 26 fokos szögbe megyek és 275-tel megyek. Mi az díj lenne a sztáfára? 35 000 méter. Na és ha most kibaszom, megpróbálom. Most átettem dekupletba. Nem menjünk egy kicsit. Azt a rohadt mennyit lő a boost, azt vágod? Tehát ilyen a terhelés 5400. Rányomom a boostot. 7004, 7005, 7006. Ez nem durván megnyomja, nem? Gránátot nem? Ja, de itt van. Jó. Hallod? Szerint kerestem. Itt már lehet, hogy működik ez. Már ez a dekupledes mód, amit mondok. Aha. Mert most, mindjárt megnézem, hogy csökken a sebessége. Nem, 294-en megyek, és már 40 000 méteren vagyok. Tehát kiraktam dekupletba 35 000-en, tehát átkapcsoltam izét, és feljebb emeltem most a szöget 40 fokra. Tehát ideig... Assault rifle. Ezt próbáltad? Én karnával lőttem még, az még jó volt. Csak annak 30 a tölténytára. A másikat nem ismerem, amit te mondasz most. Nem sok fegyvert néztem meg, megmondom őszintén. Én Costedian nagyon szeretem, mert pontos, és azzal lehet darálni. Ja, a karna, de ez a karna az a... Az az új fegyver. Aha, az az új fegyver, az 30 töltényes. Meg a Demekót szoktál még elmondani, hogy jó. Az rémlik. Nincs hozzá, izé. De van. Demeko néven lesz, és a leírásban megtalálod a nevét, hogy Karna. Legvégén oda lesz bigyeztve, és 30 töltényes meg. Két Demeko van egymás alatt. Egyiknek 100 töltényt ír, a másiknak meg 30-at. Megvan? Még nem. Ne keresem. Azt hiszem Demeko töltények között az a neve. Hát találtam két Demeko, de mindegyikre 100-ast ír. Nem. A leírásban nézd meg. Jobb oldali leírás. Ja, jó, a leírásban 30-at írt. Na, azt vedd meg, az a karna. Igen, hát mert a százas az a tényleg a Demekói. El van baszva a leírás. Aha. Ezt mondom. Azt még mindig nem sikerült javítani, pedig így van már egy hónapja. Oké. Okay. Hallod? Ez működik. 294-el megyek. És 46 000 méteren vagyok, már 47 000. Ja. Pont 20 perc emelkedik, geci. Van olyan nehéz páncél, amiből ki lehet látni rendesen? Igen, a Darth Vader sapka, vagy pedig az új fajta, tehát ahogy bemész a P.O.-n a boltba, a jobb oldalt a középső. Ja, jobb oldalt, abból is ki lehet látni? Igen, tehát ugye az heavy sapka, de ugyanúgy látsz, mint hogyha light lenne rajtad. Aha. Annak gondolom, hogy nincsenek megcsinálva a takarása, vagy nem is lesz takarása, nem tudom, hogy ez lett, hogy olyan sapka. Mert rájöttem, hogy úgyse lesz rajtam mindig páncél, majd leveszem. Hát ja. És akkor rá érek, akkor megfogottam. Hogy jön? Akkor nem csinálom azt, hogy a karom meg a lábam az light, meg ilyen hülyeség, hanem minden heavy lesz, és csak akkor veszem föl, ha veszély van. Ezt átbízom. Én szeretem megtartani a mobilitásomat. Mert a full heavy megyek kurva hamar ki, nem bírsz futni 10 métert a karakter, már liheg. Az lehet. De... Nem is kell fussak, mert kibírom a lövéseket. Azt hitted. Majd kiderül. Én rád bízom.
Ja. Mindenki magának építik, hogy miért szeret. Igen, na, és kész, én vagyok a legügyesebb már is. Ennyi. Na hallod? Ez az még föl kell venni. 55 ezeren vagyok. És 45 fokos szögben emelkedek. Akkor már félig sikerült. Ja, tehát igazából fel kell akkor boostolni a hajót, 22 fokos szögben mész, fel kell boostolni a hajót 35 ezerig. Onnan dekuplet be kibaszod, utána felmehetsz 45 fokos szögbe is, utána tartja a 2-300-as sebességet. És már 60 ezernél vagyok ninja, tehát innestől kezdve gyakorlatilag gyorsul a hajó. Most egyelőre nem veszem észre, de... De minden megyen fel egyenletesen szépen. Meg lehet nem árt a Superdrive-ot is boostolni, vagy overlockolni. Tudod azért a meghajtót. Aha. Gyere, megnézem már, hogy abból van még egy. Az a baj, lefele lehet tekerni, de felfele már nem, mert együtt van a zoom-ma. Na már 62 ezeren vagyok. Azt nem tudom, milyenkor már érdemes még dekupletbe tartani, vagy már ilyenkor visszarakhatom szerintem ilyen magasságba izébe, normál meghajtóra. Vagy hülyeség. Ja, nem tudom, én nem is nagyon néztem, hogy a dekupletes módot. Elkikapcsolom. Oké. Okay. Ja. Lol. Oké. Okay. 45 fokos szög alá megyek, mert elkezd a bejönni a sullódás effekt. Visszarakom dekupletba. Kikapcsoltam a dekuplere. Most mintha gyorsulna a hajó, 180-nál megyek. 70 ezer méter. Na, szerintem ez még kiér. Addig így hagyom, 200-al megyek. Szerintem ez 2-3 perc még innen. Addig elpippantok egy cigit. Oké. Okay. Tehát 4 perc alatt elugrok PO-ra. A röhely, ugye? És akkor utána a PO viszont meg kúrva könnyű leszállni. Na jövök, ja. Mindjárt. Oké.
de jól időzítettem. 96 ezeren vagyok. Az kemény amúgy ezzel felszállni, azt kell mondjam. Most fél órája, jól megyek mindjárt. Elég ez, fel vagy emelkedve, fel vagy töltve. Ez melyik hajó? Starfarer, Gemini. Ja. Ezzel nagyon meg kell gondolni, hogy leszállsz el Orville-le. Miért? Hát... Ja, igen, mert hogy nem tudsz felszállni, jó. Fel tudok, csak kurva hosszú, fél óra. Hát úgy értem. De leszállni könnyű. Hát, lefele megy. Tégla. Sőt, ha nem akarod túlélni, akkor még könnyebb. Igen. Akkor még gyorsabban megy lefele. Neki jutottam, most ugrok mindjárt hozzád. Trédelünk vele? Megnézhetjük. Csak akkor Levskire kell lerakni. Viszont megmondom, ez nincs gyakorlatom. Mondjuk nekem is kéne egy olyan hajó, akkor már... Most ugrok el vele. Úgyse tudom megtölteni egyébként. 281-es cívúja. Meg 291. Ja, hát ez a baj, nem tudom mennyim van, mert... Hát mondom, 96-ot tudsz megtölteni 163 ezerből. Aha, hát kb. Annyim van. Ja, tehát... Maximum ilyen 100 pár, mit tudom, 110 kb. Ilyen SCU-t tudnál megtölteni akkor. Nekem is még van 112.600. Viszont ez halad, mint a vadállat, már 27 millióra vagyok csak. Ugye 4 perc alatt megteszi ezt az utat. Akkor a hajtóműt megtaláltad? Meg, az megvan. És ez csak egy darab. Egy. Akkor a listában, ugye? Aha. A Super Drive. Érdekes. Mert jó lett volna, ha mondjuk ki lehet kapcsolni külön a egyik hátsót, meg külön a másik hátsót, és akkor... Hát lehet, hogy egy motornak veszi, az részletkérdés, hogy kettő. Na jó, csak jó lett volna, hogyha te az egyiket lekapcsolod, és akkor hátul csak az egyik világít, lassabb is vagy. Ja. A Mercury az meg lehet akkor azért lenne? A Quantum? Super Drive. Abból viszont kettő van. Az viszont normálisnak tűnik, mert beszéltem kettő Quantum Drive van. Uh-huh. Egyiket kapcsolt ki és nézd meg, hogy lehet-e most minden... szemmel látni. Most mind a kettőt bekapcsoltam. 17 millióra vagyok. Most. Még ki volt kapcsolva a labból? Hát nem, overlockolva. Ja, vagy úgy. Most vagyok. 1 milliót megtettem. Ennyi idő alatt. Most lekapcsolom. Mind a kettő overlockot. Most vagyok 15 milliónál. Hát nem tudom, hogy ez most... lehet, hogy csak egy-két másodperc, azt így nem érzékelem. Most overlockoltam mindkettőt. Na, mindjárt odaérek, már 12 millió. Oké. Okay. Mondjuk szerintem kár egyelőre ezt megtölteni, mert úgy sincs rá pénzünk. Ja. Igazából csak mondom, az volt a lényeg, hogy kíváncsi voltam, mennyire szállok fel Rollville-ről, de tényleg egy fél óra. 9-kor kezdtem el, 29-kor értem fel. Vagy nem, hülyeséget mondok, 39-kor éltem fel. És 3 percet ugrok, és mindjárt itt vagyok. Ja. Na, én itt várlak. Közben levettem mindent, csak a... izét, a mellkaspáncéltem. Hát, ne kelljen a fegyvereket újból berakni. Hm. Na, csak 7 milla. Jajjaj. Ja. Egyszer csak elkezdtem meghalni. Helyes. Olyat is kell. Fölállt a székből, és meghaltam. Mm. Nem várjál? De. Hiba a játékban. De érdekes. Mibe? Melyik hajóba? Levettem a páncéljaimat, úgyhogy a székben ülök. Akkor emiatt a karakter, amikor kijött a kvantumugrásban, fölállt egyenesen.
megsérült gondolom a lába, de nem tudom, hogy milyen, mert nem mutatta, nem jött be az a jel, hogy hol vagyok megsérülve. Mondta, hogy nyomjam meg a V betűt ahhoz, hogy gyógyítsam magam, különben meghalok, de hiába nyomtam, nem történt semmi, és meghaltam, és újból születtem, PO mellett lebegtem, és újra születtem, klimaxem. Tehát ez egy játékhiba. Van elég, de ez amúgy régenben van ez, hogy megöl a szék, tehát nem mondasz vele újra. Nem szabad a páncélodat lemeg fölvenni a székben. Hát az egyértelmű volt mindig. Hát számomra nem, mert egyikőtök sem mondta. Hát mi ott soha nem szoktuk öltözni székbe ülve. Hát arra, hogy egy játékban ez nem... Ülve nem tudsz átöltözni, az is egyértelmű. Dehogy nem. Hát, ahogy bírná? Itt most a széket. Tudom, de amúgy nem. Na megjöttem de, amúgy. Nem értek egyet. Mi akadályozom meg benne? Nem értem. Hát egy olyan páciét, hogy felvegye. Szerintem ülve is lehet, csak nehezebb. De az biztos, hogy nem kellene meghalljak, tehát abban biztos vagyok. Jó, nyilván. Na most ugrok PO-ra. Hát igen. Na. 30-kor hát, kezdtem elugrani. Na mi a tökem van? Ja, itt van, ugrok már. Na megjöttem. Lerakom. Hát igen. Könnyen megtenni, vagy gyorsan megtenni ezért 5-ször a kvantumugrás távot, mint felszállni. Kemény. Starfarer. Dömper hajó. Elfelejtettem fölvenni a sisakot, ezt majdnem megfulladtam. Átfér a izé között? Hogy ne férne át? Látszott egy freelancert? Nem tudom. Éppen most megyek át fel a izék a gyűrűkön, nem azt figyeltem. Na megjöttem. Freelancer 1700 méterre van. Az jó, akkor még van. Hát az nem törik el a hajót. Az ott marad, ha nem vagy a szelvene. Ja nem, az Maradori, az nem ugyanaz. Prospector, másik freelancer 700 méterre. De azt mintha lőnék. Ja nem csak. Nagyon ráfordulok. Vagy ez ugyanaz a gyerek lenne? K0-at vagy 70 000-re. Hát most már beszálltam ugye az másik hajómba. Itt egy üres freelancer, 560 méterre. Aha, az jó. Itt lebeg. Istennek. Ja. Hát a hajót az nem fog eltűnni. Mondjuk üres, de hát akkor is nem is kedvem krémelni. Ja. Na, akkor leteszem a Hornetet egy padra. Én is leszállok a C-re. És oda lebegek a freelanceremhez. De az most repül elfelé, vagy mi? Nem, ott áll egy helyben. Itt van a C00-as mellett. Látom. Ja, itt vagy, megjöttél. Azért ide leszállok. Látod, az én vagyok a izével, a Geminivel. Most kérek leszállás engem itt. Please proceed to assigned landing bay. Ott vagy 400 méterre tőlem. Most szálltál le. Én meg rakom le fel a Geminit. Oké. De akkor vissza a freelancerembe. Na mi van? De szuper, nem megy az emberem, csak lebeg egy helybe az űrbe. Integessé, hát ez már a kurva régenben van, fél év az a hiba. Jó, hát oké. Én már nem hagytam abban a játékot, játszom egyfolytában, és eddig nem. De néha megint előjön, hát mondom, hogy itt mindig ilyen van. Tegnap lebegtem át egyik padról a másikba, és nem jött elő.
Tudom. Szerintem azért nincs rajta marmor. Hát nem tudom, ez egyben ami marha régen be van, nyomlik le egy emótot, beírod per wave, azt megjavul. Ennyi kell hozzá. Ez mind olyan hiba, amiről tudunk. Ezek a jobbik eset, mert általában tudjuk a megoldását. Aj, de utálom ezt a szarjátékos. Benyomtam egy emótot, de nem lehet abba hagyni. Meg kell várni, míg véget ér, és ha megnyomsz egy gombot, akkor előről kezdi. Az igen. De látom, ott lebegsz. Ja. Nem tudom, miért vagy még meglepődve az ilyen hibákon, ez mindig benne volt. Hát velem először fordul elő, nekem soha nem jött. És akkor miért idegesít fel ennyire durván? Mert nem hallottam még kiakadni. A free rendszer és elérted, nem kell klímelni. Nem tűnik el. Letöröljem a játékot, meg mit tudom én. De hogy kell letörölni a játékot? Mi a faszért kéne letörölni? Mert biztos valami rossz dolog történik. Így van. Meg fogsz halni. Na ez az. Új gépet kell vegyek, tehát nincs arra most pénzem. Hát igen. Na, megjöttem. Na. Én is. Kemény 50 percből Lorville eljutottam. P.O.-ra, az komolyna. Na.